Sziasztok, Horváth Petra vagyok. A következő kísérletben a Doppler-effektust mutatom be hullámkáddal. A Doppler-effektus a hangtamból lehet ismerős. Biztosan mindenki tapasztalta már, hogy ha egy szirénázó mentőautó közeledik, akkor annak hangja közeledéskor magasabbnak tűnik, távolodáskor pedig mélyebbnek. A hang fizikai jellemzői alapján azt mondtuk, hogy a közeledő mentőautó hangjának frekvenciája magasabb, távolodóé pedig kisebb, alacsonyabb. Ez a hangtamban megismert jelenség működik felületi hullámokkal is, ezt fogom bemutatni a kísérletben és elemezni picit. Nézzük a szükséges eszközöket. Hullámkád, rezgéskeltő, rezgéskeltő csúcsot használunk, stroboszkóp, és persze víz. Nézzük magát a jelenséget. Rögzítem először a rezgéskeltő csúcsot. Figyelni kell arra, hogy a csúcs hozzáérjen a víz felszínéhez, és nincs más teendő, hogy bekapcsoljuk magát a rezgéskeltőt, illetve a stroboszkópot. Rögzítettem a rezgéskeltő csúcsot, bekapcsoltam a stroboszkópot és a rezgéskeltőt. Nagyon szépen kirajzolódtak a víz felszínén a koncentrikus körök, a felületi körhullámok. Nézzük, mi történik akkor, hogyha mozgatom a rezgéskeltőt. Amit meg kell figyelnünk, az a mozgás közben a hullámfrontok egymáshoz viszonyított távolsága. Jó, utoljára. Azt tapasztaltuk, hogy a rezgéskeltő előtt haladó hullámok torlódnak, tehát a hullámfrontok közötti távolság csökken, azaz a hullámhoz csökken, így a frekvencia nő. Ha párhuzamot vonunk a hangtannal, akkor a növekvő frekvencia ugye magasabb hangot jelentett. A rezgéskeltő mögött a hullámfrontok távolsága megnő, azaz a hullámhoz nő, így csökken a frekvencia. Párhuzamba állítva a hangtannal, csökkenő frekvencia mélyebb hangot jelentett. Hogyha a mozgatás sebessége meghaladja a hullámok terjedési sebességét, akkor egy érdekes jelenségnek lehetünk szemtanúi, próbáljuk meg. Látható a rezgéskeltő két oldalán az a sötét V alak. Ez az úgynevezett Mach-kúp. Doppler-effektus jelensége nem csak az itt bemutatott felületi hullámoknál, illetve a már említett hangtanban jelentős, hanem a fénytanban is, csillagászatban az úgynevezett vörös eltolódás jelenségét is a Doppler-effektussal magyarázhatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!